Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A járványügyi szigorítások miatt a mai víkend ismét csak egy részes lesz, de sok érdekességet tartogat. Majd megmutatjuk például, milyen egy igazi TV-film forgatás. Először azonban a show útról beszélgetünk Demeter Zsuzsával. Szia Zsuzsa, jó estét! Szia, jó estét, és köszöntöm a nézőket! Megmondom őszintén, amikor így belelapoztam a mai adásmenetbe, akkor először az jutott eszembe ilyen asszociációk, hogy show must go on, de nyilván ennek semmi köze nincs a show utakhoz, hiszen ez nem egy show, a nézők ugye leírva nem látják, hanem itt valóban a showról van szó. Te ugye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztés és környezetgazdálkodási ügynökség non-profit Kft.-nek a programmenedzsere vagy, és ez egy új keletű történet, ugye, amelyen most dolgoztok? Igen, ez egy újabb pályázat, és tulajdonképpen a turisztikához kapcsolódik, mert hogy igazából a show utakra már úgy tudunk visszatekinteni, mint turisztikai termékre, természetesen idézőjelben. Itt egy középkori nyugat-európai közvélekedés szerint mondom én, hogy Magyarország egy nagyon gazdag országnak tekinthető. Nyilván a napjainkban is elmondhatjuk ezeknek egy részét, de itt egy tanulmányban ez áll, hogy ugye itt élelmiszerbőségről beszélünk, a termékeny földekről. Ez egy védett terület volt a hegyek által. Változatos a természete, gazdag a vadállománya, műemlékekben is igen gazdag ez a terület. És hát a só, vagyis a kősó, a Kárpát-medence legértékesebb nyersanyaga. És hát innen indulunk el, hogy a sóbányák létrejöttek, és a sóbányákhoz kötődően pedig a sóutak. Hol voltak ezek a sóutak egészen pontosan? Mi most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét vettük górcső alá nyilvánvalóan. A megyében két fontos közlekedési útról beszélünk. Mátészalka, Nyírbátor, Nagykálló, Kútaj, Tokaj, ez az egyik útvonal, a másik pedig a Debrecen, Hajdúböszörmény, Nánás, Bütszent Mihály, ugye mai tiszavasvári, és Tiszalök, és hát a Tisza, tehát ugye itt szárazföldi közlekedési útakról beszélünk, illetve van a vízi része is ennek, ahol szállították a sót, ugye a Tisza, kiemelkedően fontos, és hát a Szamos. Hogyha jól tudom, ennek emlékére ugye több helyen is sószobrokat fognak elhelyezni. Ezek mekkorák lesznek, mégis hol keressük őket, mennyire lesznek jól látható helyen, hogy képzeljék el a nézők? Tulajdonképpen ezek kicsike kis szobrok, és kültéren lesznek elhelyezve. Megmondjuk egészen pontosan, hogy hol, hiszen majd egy játék, vagy egy kampány kapcsolódik ehhez. Ugye Vásárosnamény, Tiszabecs, Csengel, Nagykálló és Nyírbátor. És hogy miért ezek a települések, azért még ezt azt gondolom érdemes lehet elmondani. Ugye Vásárosnamény a vízi szállítás egyik csomópontja. A Tisza és a Szamos közelsége miatt. Tiszabecs pedig a szekeres só szállítás kiinduló pontja volt. Csengerben a Szamos sószállítás egyik fontos helye, itt sóraktár is volt Csengerben egyébként. Aztán Nagykálló, ez egy só elosztási, megtároló központ volt, és ugye Nyírbátor pedig a klasszikus sóút mentén fekvő város, amelynek só megállító joga is volt többek között. Tehát ezeken a településeken kell majd keresni ezeket a kis szobrocskákat. És miről szól maga a kampány? És a kampányal tulajdonképpen szeretnénk egy kicsit visszaidézni a régmúlt időket, mert ugye a sóutakat elfeledtük, nem nagyon beszélgetünk róla, turisztikai szempontból meg végképp nem, de voltak ilyenek, viszont ugye a közlekedési infrastruktúra változása miatt hát ezek a feledés homályába merültek. Most azt gondoljuk, hogy a gyerekek számára érdekes lehet, kutakodjanak egy kicsit, most úgyis az internet, úgyis meg a gép előtt ülnek egész idő alatt, azért ki is szeretnénk mozdítani őket onnan. Menjenek el, keressék meg ezeken a településeken ezeket a kis szobrokat. Ha egy szelfit készítenek, akkor azt annak örülni fogunk, ha elküldik a Facebook oldalunkra. És azt szeretnénk azon kívül, hogy egy fotó készül nyilván, hogy valamit keressenek, valamilyen információt keressenek a sóval kapcsolatban, ami a településhez kötődik, vagy egyáltalán, ha a sóútról bármit hallottak, tanultak, és szívesen megosztanák velünk. És hogy ne csak egy ilyen
szabadidő eltöltésről legyen szó, értékes nyereményeket sorsolunk ki. Lesz egy fődíj, egy 50 ezer forintos ajándékcsomag, és további 10 fiatal sorsolunk ki, akik pedig egy powerbanket fognak megkapni. Ez most nagyon jól jön majd, mert nagyon merülnek a telefonok. A mi időnk az sajnos elfogyott, de akár gondolom a ti, akár a Kölcsei Televízió Facebook oldalán erről a kampányról tájékozódhatnak a kedves nézők. Csak egyetlen mondatot szeretnék elmondani, hogy a sorsolás majd április 12-én lesz. Ez azt jelenti, hogy április 11-éig készüljenek el ezek a fotók. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A Tortuga zenekart már jól ismerhetik a Weekend rendszeres nézői, és nem csak a Weekend rendszeres nézői. A csapat nemrég tért haza a Dal című műsorból. Vendégünk a zenekar énekese Tonku Milán és Koly Gergő, aki a Törnek az ablakok akusztikus átdolgozásában volt a fiúk segítségére. Sziasztok, fiúk! Szia! Igen, az akadtam meg, hogy nyilván nem csak a Kölcsei Televízió nézői láttak titeket, ugye, hanem hát most már az egész országban. Hogy birkóztok meg ezzel a egyre növekvő népszerűséggel? Vagy egyáltalán hogy éritek meg? Népszerűbbek vagytok, mint korábban? Hát jó lenne már megélni, mivel Covid van, és így nem nagyon találkozunk a közönséggel, de egyébként visszajelzések alapján igen, egyre népszerűbb, hál' Istennek a zenekar. De jó lenne már velük nem csak egy képernyőn, egy kommentbe találkozni, hanem személyesen is. Hát reméljük, hogy eljön. Ugye a Mámor tér is nagyon nagy siker volt, és ezt úgynevezett tornacipős rocknak vagy rock'n'rollnak tituláltuk. Ezt is nagyon szerette egyébként a zsűri, és ugyanez volt a helyzet ezzel a dallal, ezzel a Törnek az ablakok című dallal is. Milyen volt maga a felvétel, hogy éltétek meg az egész folyamatot? Hát akkor, hát nagyon jó volt, megmondom őszintén, hogy nem is voltam még így a zenei karrierem folyamán ilyen szituációkban. Nekünk fúvósoknak koreográfiát kellett betanulni, volt segítségünkre koreográfus. Láttam, napszemcsibe nyomtam. Napszemcsi is szinte kötelezően volt hordva, tehát az is mi ötletünk volt egyébként, de tökre tetszett a koreográfusnak, meg ott a színpadmestereknek. Úgyhogy nagyon látványos is volt az egész nyilván, tehát azért ilyen látványt szerintem a zenekarok nem mindig élnek meg a fellépésekkor, mint ami ott körbeölelt titeket. Igen, látványos volt, meg így az érzés is, teljesen új világot láthattunk, vagy hát is mi fúvósok, ugye, mert ezt már átéltétek tavaly, de nagyon élveztük, tök jó volt. A zsűri egyébként mondjuk így adáson kívül milyen olyan instrukciókat vagy pozitív dolgokat mondott, ami majd a következő években esetleg hasznotokra lesz? Egyébként az az érdekesség ennek, hogy nem mondtak semmilyen olyan dolgot, hogy nem mind változtassatok. Uh-huh. Mindegyik azt mondta, hogy maradjatok ilyenek, amilyenek vagytok. Ennyi volt az egész. Na hát ugye utaltál arra, hogy már nagyon jó lenne a vége lenne ennek az egész elfolytott világnak, amiben most élünk, de hát ilyenkor azért lehet gyakorolgatni, mégiscsak lehet készülni a következő évre, és készültök ugye a Dal 2021-re. Hogyan történik ez most? Hát mivel most a mostani adásból ugye távoznunk kellett, így ez véget ért az a verseny sajnos, de egyébként, ahogy mondtad, igen, készülünk egy új lemezzel, és így, hogy megismertük a Gergőt és a Kristófot, illetve a két vokálos csajt, úgy döntöttünk, hogy ennek fog születni egy közös gyermeke, uh-huh. Egy új dalt fogunk közösen csinálni. Szóval ez a történet nem itt állt meg. Ilyen kicsit ilyen keleti brassnek a hangulata megjelenik, vagy nem. Nem? Nem engedik a fiúk, vagy nem akarok? Nem akarjuk igazából ezt belekeverni, hiszen ez egy teljesen új dolog lesz, én úgy érzem. De itt Milán a dalszerző, én mondhatom azt, tehát az ötletszerzője ennek a témának, ha jól tudom. Jól tudom, mert én tőle hallottam először, és ilyen totál új világ szerintem tortugaként is, bár nem tudom, hogy ezt mennyire mondhatom, de szerintem igen. Meg nem a keletbrezben irányába mennénk el, úgyhogy nagyon várom, hogy felvehessük. Akkor majd ez tényleg egy ilyen közös gyermek lesz, tehát igen, mindenki igen. A legjobbat beleadjátok
belehagytok apai tanyait, és akkor majd megszületik valami. Nagyon nehéz egyébként zenéről beszélni, tehát szavakban elmondani, hogy milyen lesz, tehát igazániból ezt nyilván meg kellene el hallgatni. Tudom dúdolni, hogyha... Nem tudom ezzel mennyit segíteni, de mégis milyen lesz, milyen virágot képzeljünk. Amúgy nem tudom meghatározni ennek a számnak a stílusát. Nem is, amikor először így amúgy jött a zenei ötlet, akkor nem is tudtam elképzelni Tortugának, de aztán, ahogy elkezdtük csinálni, így rá fogjuk vezetni nyilván erre a Tortuga vonalra, de egy ilyen tök új stílust fogunk ezzel teremteni. Tehát tökre el fog térni a eddigi Tortuga dalok stílusától. Na, hát fiúk, gratulálunk azért. Mi azt gondolom, hogy most, hogy egy ilyen verseny az továbbjutással, vagy díjakkal, vagy csak egyszerűen megjelenéssel jár, azt így az időnek ebben a pontjában lehet, hogy szomorúságként, vagy esetleg nem annyira sikerként éljük meg, de lehet, hogy pár év múlva visszatekintve azt mondjuk, hogy ez pont elég volt arra, hogy aztán jöjjön egy következő színpad, vagy egy következő lépcső, úgyhogy ehhez kívánok nektek sok sikert, kitartást, és ezeket a napokat, heteket vagy hónapokat is töltsétek jó zenéléssel és kitartással. Köszönjük. Köszönjük. A műsort színházzal folytatjuk. Azt eddig is tudtuk, hogy Kosik Anita egy borzasztóan tehetséges színésznő, hogy jól énekel és hogy imádja őt a közönség, de most már díja is van erről. Ő nyerte ugyanis a Móricz Faktor online versenyét, és vendégünk itt a stúdióban. Szia Anita! Hát sziasztok! Szívből gratulálunk! Köszönöm szépen! Azon gondolkodtam, hogy én ugye gyerekkorom óta járok a Móri Zsigmond színházba, és gyakorlatilag nem hiszem, hogy volt olyan időszak, amikor ennyi jól éneklő színész. Ezt te biztos jobban tudod, volt mint a társulatban, mert hogy tényleg fantasztikusak voltatok mindannyian, úgyhogy mindenkinek szívből gratulálunk, átadom. De hát ez egy verseny volt, úgyhogy te lettél a sztárok közül a legcsillogóbb. Na, mesélj erről. Egyrészt milyen volt a díjátadó, másrészt pedig ugye azt mondtad ott a díjátadón is, hogy minden dallal valamit szerettél volna üzenni, és ez tulajdonképpen egy érett nőnek egy igen komoly közlése is volt, nem csak egy szórakoztató műsor. Igen, ezt nagyon jól látod, ezt az utóbbi, nagyon sokat kérdeztél. Egyrészt igen, mindenki jól énekel a világon nálunk, úgyhogy sok olyan visszajelzést kaptam a gratulációk közben, hogy az egészet imádták. Tehát, sőt, még olyan is volt, hogy valaki azt mondta, hogy szívesen finanszírozna egy egész estés előadást, ebből találjunk ki rá valamit. Egyébként nem egy rossz ötlet, hát, egy igazi show műsor. Igen, tök jó lenne. Zenét kedvelő, vagy műzikeleket kedvelő igen, emberek. Igen, és valami történetet lehetne köré, vagy ezt majd rábízom. Rábízom a vezetőségre, hogyha ráharapnak. Még nem is tudom egyébként, hogy tudják-e, majd elmondom. Szóval ez megnézik egy... a tévén. Igen, majd megnézik, és akkor majd itt, ugye? Ez az egyik, igen. Aztán mi volt a második kérdésed? Az, hogy minden dallal valamit el akartál mondani, és végül is gondolom, hogy azért ez egy komoly munka volt, hogy kitalált, hogy mi is a mondani való, és ez milyen dal. Igen, igen. Nem a mondani való, az mindig adott, hogy éppen milyen helyzetben vagyok, és akkor ahhoz szoktam így fazonírozni, hogyha ilyen helyzet van, hogy én döntöm el, hogy mit akarok énekelni. És ezek mentén, vagy ezen a gondolaton elindulva, éppen valamiért foglalkoztam a Zsőszői Maládővel egy Budapesten készülő előadásom miatt, ami egy nagyon-nagyon különleges előadás lesz, és megint előkerült ez a dal, amit egyébként az egyetemen tanultam meg Sanzon versenyre. Uh-huh. Ott volt egy ilyen házi verseny, és már akkor nagyon-nagyon izgalmasnak találtam, azt jelenti a címe, hogy Beteg vagyok, egy szerelmi történet. Akkor egész más miatt üvöltöztem időnként az utcán, meg ilyenek. Valószínűleg szerelem volt ez a nagy szerelem, nagy csalódás, nagy fájások voltak akkor. És úristen, hát ez nagyon rég volt. És nagyon szeretem a francia nyelvet magát, nagyon szeretek franciául énekelni, sőt, nagyon, több nyelven is nagyon szeretek énekelni. Mit tudom, hogyha oroszul kellett tanulni, akkor mindig szavanként megtanultam, szókapcsolatonként, mondatrészenként, hogy pontosan tudjam, hogy mit énekelek, és itt is ez a helyzet, mert utálom, ha nem tudom, hogy
Nincs is értelme szerintem, hogyha nem tudja az ember, hogy mit akar énekelni, és miért akar énekelni, akkor nem is érdemes belekezdeni. Igen, ez én 10 évesen volt, amikor a Beatles próbáltuk úgy énekelni, hogy ja, hát közel nem volt sem az angolhoz, arról fogalmunk sem volt, hogy miről szól, de úgy nagyjából azért vált. De az más, az egy élet, meg akkor teljesen más volt a helyzet, de előadó művészként muszáj tudni. Hát az más, hát egy valakinek van egy lemeze, és akkor oda gyűlik mindenki, az inkább egy életérzés. Na szóval ez a francia. Mostanában nagyon sok minden van, ami miatt a beteg vagyok érzést jó kitenni. És minden ilyen dolognál, amikor nagyon erősen tudok kapcsolódni valamihez, akkor reményt fűzök ahhoz, hogy más is így van vele, és hogyha látja, hogy valaki meri ezt megmutatni, akkor ő merheti ugyanúgy érezni ezt, és nem kell eltagadni legalább arra 3 percre. Uh-huh. Valahogy ezt érzem egyébként egy ilyen erős mozgatórugónak. És ez volt a beteg vagyok. Na de hát, hogy ne szomorkodjunk állandóan, mert attól az borzalom. Ezért is gondoltam az It Don't Mean a Thing-et. Az egész dalnak a lényege az, hogy nincs értelme az életnek, ha nincsen swing. Uh-huh. És a swing legyen egy élet metafora, mondjuk, legyen az öröm, a boldogság, a játékosság, a tavasz, hogyha évszakok közül kellene válogatni, vagy a, nem is tudom, a kapcsolódás az is, hogy például a Horányi Tomival nagyon dolgoztunk vele, mert nagyon rövid idő alatt kellett nagyon pontosan egymásra hangolódnunk. Ez kegyetlen meló volt, és ráadásul ez egy virtuóz dolog, úgy kell énekelni benne, mint egy trombita. Mintha én egy trombita lennék, és hát kis milliószor hallgattam az Ella Fitzgeraldot, hogy ő neki ez nem kunst. Az a helyzet, hogy ő tud trombita lenni, ő tud minden lenni, és akkor ezt így tanulgattam tőle sokat. És akkor a Horival volt olyan, hogy így számoltam, hogy van a szóló, akkor ő így ellene ment, és így nyomtuk, de nem fog menni, de fog, de igen, és a végére összeértünk. És az ilyen daloknál pedig az a jó, hogyha ketten vagyunk, vagy ha lenne egy egész zenekar, akkor egymással tudunk kommunikálni, és ez egy ilyen nagyon, nem tudom, ezt napokban fogalmaztam meg, hogy olyan, mint hogy egy csomó minden így kirügyezne, és így tu-tu-tu-tu-tu. És akkor meg lehet örülni. És akkor meg volt az első kör. Akkor nem tudtuk még, hogy több lesz. Azt gondoltuk, hogy jó, hát ez egy ilyen hogy akkor a nézők mégse felejtsék el, hogy nézünk ki egyáltalán, vagy mondjuk, hogy létezünk még. És akkor kiderült, hogy lesz egy második kör, na, azt jó későn tudtam meg. És akkor úristen, mi legyen. Egy dal van, amit mindig, minden körülmények között kötelező nekem elénekelni, és ez az idő van, amit az én osztályfőnököm Selmeci György írt, a szövegét pedig Gotár Péter az Idő van című filmhez. És a Csernák Tibivel már játszottuk ezt, még amikor jöttem ide, akkor volt egy koncert, és akkor csináltuk. De ezt a dalt ezt nem lehet mindig elénekelni, ha bár kell, mert olyan nehéz, hogy ez borzalom. Tehát ha be vagyok rekedve, akkor ezt nem lehet. A Cserháti Zsuzsa énekelte. És mondjad. Idő van. Idő nem fogod van. Tudni végigmondani, úgyhogy majd még behívunk egyszer, vagy a nézőknek azt mondom, hogy most muszáj a Móri Zsigmond Színháznak a Facebook oldalára szépen rámászni és megnézni mindent, amiről beszéltünk, meg a díjkiosztót is. Szívből gratulálunk. Köszönöm. És persze próba folyamat közben vagy, és erről se tudtunk most beszélni, de meghívunk majd még, jó? Mert jó. Öröm téged hallgatni, és köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, biztos sokan látták már a Nyíregyházán forgató filmes tábot, hogy mit is készítenek pontosan, az a következő percekből kiderül. 3:39. A Lélekpark című misztikus thriller forgatásán vagyunk éppen itt a Sóstói úton. Ez nagyon új terep neked műfaját tekintve is, illetve az, hogy hát eddig téged csak a színházból ismertünk.
Igen, teljesen új, valóban, nagyon izgalmas, egy őrületesen nagy kaland az életemben. Hála Istennek elképesztően profi szakemberekkel vagyunk körbevéve, tehát itt mindenki nagyon tudja a dolgát. Ők mind sokat próbált veterán filmes szakemberek, úgyhogy igazán biztonságban érezhetem magamat. És eddig, amit láttam vissza a nyersvágatokat, azok nagyon ígéretesek, szóval én nagyon bizakodó vagyok a film eredményét tekintve. Mit csinál itt egy gyártásvezető? Hát a gyártásvezető feladatára azt szoktam mondani, viccelődve, hogy a gyártásvezető az, aki mindenhez ért egy kicsit, de semmihez sem igazán. A valóságban pedig ez azt jelenti, hogy nekünk kell gyakorlatilag általában a projektet úgy összehozni, hogy összeszervezni a stábot, úgy, hogy kijöjjünk abból a büdzséből, ami a rendelkezésünkre áll, és teljesüljön a határidőig minden. A munkáknak a nehézsége az, hogy minél több kívánságot kell teljesítsünk, de mindezt úgy, hogy ne kerüljön többe, mint amennyink van rá. Tehát ez úgymond a nehézsége is. Talán egy kicsit stresszes is lehetne akár, hogyha azt is hozzáveszünk, hogy mindössze 18 napotok van leforgatni a filmet. Nem is csak, hogy akár az lehetne, hanem az is valóban, ez általában a stresszfaktor mindig a nap, ahogy haladunk előre a napba, úgy nő, tehát az a lényeg, hogy muszáj mindent fölvenni, bele kell férjünk az időbe, nyilván a nap elején egy picit még nyugodtabb az ember, aztán ahogy megyünk a forgatás vége időpontja felé, akkor sűrűsödnek az események, de mondom, csak szeretném nevesíteni Odegnár Robertet, aki a rendezőtársa mindenképpen, hogy ő aztán nagyon magabiztosan kezeli a stábot, hogy irányítja, vezeti a stábot, úgyhogy nincsen nagy baj, de hát nem baj, hogy van egy kis druk, stresszel még nagyobb energiákat tudunk megmozgatni, úgyhogy izgalmas a dolog, feszültséggel teljes néha, de ez kell hozzá. Nyilván először az ember egy picit, így nem is azt mondom, hogy megrémül, de azért adrenalin emelő dolog mindenképpen, hogy jaj, mi lesz most, hogy fogunk boldogulni, de nagyon élveztem az előkészületi munkákat. Azt kell tudni, hogy most már lassan egy éve készültünk, tehát mire a forgatás maga elkezdődött, azt majdnem egy éves előkészületi munka előzte meg, amit nagyon élveztem. Tehát egy nagyon jó alkotói folyamaton vagyunk túl, mire elkezdődött maga a forgatás. Ez az egész forgatókönyv, amit itt megvalósítunk, ez jóval egy tévéfilm igényei fölé lett kalibrálva, és hát itt már rögtön az indulásnál tudtuk, hogy ez egy majd, hogy nem lehetetlen küldetés megvalósítani. Ha jól emlékszem, a helyszínlistában kb. 16-17 helyszínünk van összesen, tehát vagyunk ugye az állatkertbe, vagyunk itt a Bencs villába, voltunk kint a Kótai Kúriába, Kótajon, akkor fogunk még menni különböző lakásokba, lakásbelsőket fölvenni, leszünk kültérbe, a Kossuth téren és a Bessenyei téren is, aztán fogunk menni még egy kórházba is, tehát rengeteg helyszínünk, buszpályaudvartól kezdve, buszforduló, tehát Murvás parkoló főbejárat, tehát hogy nagyon sok helyszínünk van. Ezen a héten ma ilyen 50 néhányan vagyunk összesen, 56-an, ha jól emlékszem, de például holnap után sok szereplős és még pluszba jönnek statiszták is, tehát ott 70 fölött leszünk, bőven 70-80 fő között. Az is önmagában már ennyi embernek a mozgatása már egy komolyabb feladat, és akkor azon belül ugye a részlegvezetők mozgatják a csapataikat, akkor ilyen sokan vagyunk. Ugye a címét, hogy Lélekpark, és a műfaját, hogy misztikus thriller, azt már lelőttem, de mi az, amit el lehet még árulni a sztoriból? Egy ilyen kriminél nagyon nehéz, mert szerintem rögtön az első jelenet után fordulatok következnek a történetben, úgyhogy igazából a nézők élményét nem akarom elrontani azzal, hogy bármit elárulok ezekből. Annyi, hogy Horváth László Attila és Taub Viktória két főszereplőnk, ők egy nyomozó párost alakítanak, akikkel folyamatosan nagyon egyre bizarrabb és furcsább dolgok történnek, és kiváló, két kiváló színészről beszélünk, nagyon örülök, hogy meg tudnak mutatkozni ebben a filmben, és a közönség szélesebb rétegei is találkozhatnak az ő tehetségükkel. Két nagyon, nagyon izgalmas színész és nagyon jó párost alkotnak. Nagyon szeretek forgatni, nagyon élvezem ezt a fajta munkatempót, teljesen más, mint a színház, más,
máshogy kell beállítani az idegrendszert, és nem az van, hogy egy másfél órán keresztül folyamatosan százon lenni, hanem itt 12 óráig tartani, hogyha 12 órás napok vannak, ugye, és 12 óráig folyamatosan tartani, és akkor a nulláról a százra pörögni egy pillanat alatt, hogyha felvétel van. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezem. Ha valaki azt mondaná, hogy egész életemben csak színházzal foglalkozhatok és filmmel, nem, azt sajnálnám. Viszont ha csak filmmel kéne foglalkoznom és a színház nem lenne, akkor azt kicsit kevésbé bánnám. Ugye itt elhangzott az, hogy te az egyik főszereplőt alakítod, méghozzá egy nyomozót. Mit lehet tudni a te karakteredről? Milyen ő? Hát ő egy... egy eléggé kemény és a kemény lány. Az élet által nagyon megviselt személyiségű lány, aki érzékeny, bár ezt az érzékenységét egészen sokáig nem mutatja. Hát nagyon, nagyon keményen harcol minden ellen, és hát egy nagyon határozott, nincsenek barátai, kicsit ilyen fura lány. El van anyátlanodva, apátlanodva, hamar fel kellett nőnie egy komolynak, hát saját magát komolynak tartja a lány, és ez szerint is folyamatosan felülviselkedik. Ugye ennek a filmnek a műfaja misztikus thriller, ez a műfaj mennyire áll közel hozzád? Soha nem nézek ilyen filmeket. nem szeretem az ilyen ijesztő. A nyomozós filmeket, amikor itt ki kell deríteni, az nagyon jó, mert nézőként is nagyon be tud szippantani egy olyan történet, ami tényleg úgy van megcsinálva, hogy izgulni lehet, és nem lehet tudni, hogy vajon mi a folytatás, vagy mi lehet az egész sztori, és próbálja az ember is összerakni magába, tehát hogy ez nagyon izgalmas, és most csak próba van, azt hiszem, de hogy nagyon izgalmas, és jó tud lenni, de az ilyen, tehát kétszer is meggondolom, hogyha rákeresek egy ilyen thrillerre, hogy az a műfaji besorolása, akkor nem biztos, hogy elsőként arra kattintok rá. Itt ülünk a Bencs Villa udvarán, és egy nagyon aranyos kutyus van melletted, nem véletlenül, hiszen állatos jelenetek is lesznek ebben a filmben. Neked mi a szereped ebben? Én állati domárként dolgozok 20 éve filmforgatásokon. Őt konkrétan, Dexet, őt csak azért hoztam el a gyártás engedélyével, mert ő egy betanuló fiatal kutya, akinek hát szoknia kell a forgatási körülményeket. Ebben a filmben most nem szerepel, viszont szerepelnek benne más állatok, szerepel benne óriási sarkantyús teknős, patkány, papagájok, kutya, és hát ezeket mind a környékből próbáltuk megtalálni. Például a kutya is egy helyi kutyás csapatnak az egyik tagja, akit majd felkészítünk a jelenetre. Úgyhogy vannak benne egy része az állatoknak, viszont amiket az állatkertben láthatunk, azok meg helyi állatok, tehát azok meg a helyi állatkertből származnak. Az állatoknak igen nagy szerepe lesz, és hát spoilerezés nélkül próbálom ezt elmondani, de fontos szerephez jutnak az állatok. Kialakítjuk, hogy a gyártási tervben melyik napra, melyik jelenet, milyen állat szerepel benne, mit kell addigra az állatnak produkálnia. Ugye akkor én megkezdem a megfelelő állatszereplők felkutatását, felkészítését. Kedves nézőink, sajnos mára ennyi volt a Weekend. Jövő héten ugyanekkor, ugyanígy egy résszel jelentkezünk, akkor beszélgetünk majd többek között a Pucér vadász puskával című könyv szerzőjével. Tartsanak velünk akkor is, addig is kellemes hétvégét kívánok kollégáim nevében, és vigyázzanak magukra, viszontlátásra!